Köszöntöm nézőinket, ez az Építők kézilabda magazin. Lejátszotta második mérkőzését is a KNTH ligában a Telekom Veszprém, amely a Budakalász vendégeként lépett pályára. A Pest megyeiek lelkesen játszottak az első félidőben, azonban a második játék részben egyre inkább átvette az irányítást a Bakonyi alakulat. Bár jobban kezdte a mérkőzést a fehérmezes Veszprém, hiszen a negyedik percben már 3-1-re is vezetett, hamar kiegyenlített a hazai Budakalász. Sőt, a 9. percben Bohács Sándor gólja után már a kékek tartottak előrébb, 6-5 volt az állás. Bohács csapata második legeredményesebbjeként a meccsen 5 találattal zárt. Nála csak Nagy Bence termelte jobban a gólokat, végül 6-nál állt meg. A 12. percben a 7-ese után már 2-vel ment a Budakalász. Ekkor megrázta magát a Veszprém, András Nilsson rövid idő alatt 3-szor volt eredményes, és a 18. percben már a Bakonyiak vezettek 10-8-ra. Aztán nem sokkal később már megint egál, 11-11 állt az eredményjelzőn. Ám Petár Nenadics vezérletével a félidőre 3 gólos előnyt épített ki az építők. Nenadics az egész meccsen 6 gólig jutott, a szünetben 15-18 volt az eredmény. Az első fél időben nem voltak védéseink. Ez nagy probléma volt, és csak lőtt az ellenfél, így pedig nagyon nehéz. Elmondom megint, hogy ha nincsenek védéseid, akkor nem tudsz nyerni. Nem minden játékos hozzáállásával voltam elégedett, ez pedig nincs rendben. De a második játékrészben agresszívabbak voltunk, védekezésben kifejezetten. A kapus Miklán Roland ugyan nem volt az öltözőben a szünetben, de el tudta képzelni, hogy kemény szavakat is használhatott Jubomir Vranyes vezetőedző. Nyilván a taktikát átbeszélték, a védekezést szintén, hogy legyünk agresszívek. Hát a másik fél időben úgy jöttünk ki védekezésbe, hogy a tényleg oroszlánként harcoltunk, és az első 10-15 percben azt gondolom, hogy el is döntöttük a mérkőzést. Hát így kéne 60 percen keresztül, és akkor mindenki boldog. Valóban, alaposan emelt a tempón a második félidőre a Veszprém. Zsinorban 4 gól, és már is 7 találattal vezettek a vendégek. Időkérésénél üvöltött is játékosaival Forgás Gyula, a hazaiak trénere. A játék képe azonban nem változott. A Bakonyiak szélsői, Dragan Gajic és Manuel Strüek folyamatosan termelték a gólokat. Igazán lassan kezdtünk, védekezésben bealudtunk, nem voltunk elég agresszívak és kihagytunk több lövést is. De a második félidő első 10 percében megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Így kellene játszanunk az egész mérkőzésen. A magyar bajnokság nem könnyű. Minden csapat a Veszprémet akarja legyőzni, a legjobbját ellenünk akarja megmutatni. Erre fel kell készülnünk. Ekkor már jobban voltak védések is vendégoldalon. És bár az utolsó 10 perc előtt még visszazárkozott 4 gólra a Budakalász, az utolsó 2 percre 7-0-ás rohanással érkezett meg a Veszprém. Gajic végül 7, míg Strülek 8 találatig jutott. Utóbbi lett a meccs legeredményesebb játékosa. Mindenki nyerni akar a Szeged és a Veszprém ellen, mert ezek a legjobb csapatok Magyarországon. Ellenünk mindenki 120%-kal küzd. Nem is voltunk ma szerencsések, többször kaptunk gólt, például kipattanóból. Így nem is tudtunk lerohanás gólokat szerezni. De a második félidőben jobbak voltunk, labdákat csentünk már az elején, és ezekből lőttünk 5-6 könnyű gólt. És mikor megvolt a nagyobb különbség, már egyszerű volt játszani. A legvégén már felváltva potyogtak a találatok. A visszatérése után az első bajnoki gólját megszerezte William Akambré is. A végeredmény 3 gólváltás után alakult ki, Budakalász Veszprém 27-38. A bajnokságban tehát 2-ből 2 győzelemmel kezdett az építők, ezek után következhet az első bajnokok ligája mérkőzés a lengyel Kielce ellen. Játszanak és nyerjenek az Építők magazinnal. Heti kérdésünk a következő. Melyik országból igazolt Veszprémbe Kanté Máé? A. Németország, B. Spanyolország, C. Dánia. A helyes válasz betűjelét a játék kukac lv-sport.hu e-mail címre várjuk szerdán 12 óráig.
Kérjük, hogy a megfejtés mellett az e-mailben tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket is. A legszerencsésebb játékos egy 10 000 forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, amely Hammer termékekre váltható be az LV Sport üzletében, vagy a www.websportáruház.hu webáruházban. Most pedig megmutatjuk, ki nyert előző játékunkkal. Franciaországban született, Németországban vált nemzetközileg elismert kézilabdázóvá, eddigi legnagyobb sikereit a francia válogatottal érte el, és 2017-ben úgy döntött, hogy átteszi székhelyét Flensburgból Veszprémbe. Ismerjék meg most kicsit közelebbről a Telekom Veszprém kiváló irányítóját, Quentin Maillet. Quentin Maillet 1991. május 22-én született Párizsban. 63-szoros francia válogatott, 189 gól fűződik a nevéhez a nemzeti csapatban. 2016-ban ezüstérmet szerzett a Riói olimpián, emellett kétszeres világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes. Nyáróta a Veszprém játékosa, posztja irányító, messzáma a 35-ös. Maillet-nak egyenes útja vezetett a labdajátékok irányába, hiszen édesapja is kiváló kézilabdázó volt. Quentinnek szinte a génjeibe ivódott a labda iránti vonzalom. A szüleim mesélték, hogy lehettem talán 14 hónapos, amikor két teniszlabdával aludtam el. Egyik a jobb kezemben volt, a másik a bal kezemben. Szóval engem mindig érdekeltek a labdák. Édesapja miatt mindig jelen volt a kézilabda a család életében, emiatt sokat és sokszor költöztek, de ez nem befolyásolta negatívan az életüket. Csodálatos gyerekkorom volt, nagyon jó oktatást kaptam, két fantasztikus testvérem van. A szüleim szeretetben neveltek minket. Párizsban születtem, de utána elköltöztünk Montpellierbe, hiszen itt játszott édesapám. Majd egy évet éltünk Monaco mellett, Nizzában is, aztán 9 éves voltam, amikor 2000-ben Németországba költöztünk, és innentől folyamatosan ott éltem. Maillet 6,5 éves volt, amikor elkezdett kézilabdázni. Elsőként a Nizza és az AS Monaco gyermekcsapataiban játszott, majd 9 évesen a Bayer Dormagenhez került, ahol többek között édesapja Pascal Maillet is az edzője lett. A Bundesligában 2008-ban mutatkozhatott be, a Rheinland színeiben. Nemzetközi szinten pedig 2011-ben lépett pályára először, amikor a VfL Gummersbach-hal rögtön be is jutottak a döntőbe a kupagyőztesek Európa kupájában. 2015-ben pedig jött egy újabb nagyugrás, leszerződött a Flensburghoz. Megtiszteltetés volt számomra, hogy ebben a klubban játszhattam. Nagyon sokat tanultam ott, és azt gondolom, hogy ott váltam igazán profi játékossá. Jófajta északi és skandináv mentalitással találkoztam Flensburgban, ami nem áll tőlem messze, hiszen az egyik nagymamám Stockholmban született. Ennek ellenére nem volt könnyű magamévá tenni ezt, de Flensburg rengeteget adott nekem, és büszke vagyok arra, hogy úgy hagyhattam ott a csapatot, hogy megnyertük a Bundesligát. Maillet a klub sikerek mellett közben besöpört a francia válogatottal egy olimpiai ezüstöt, két világbajnoki címet és egy Európa-bajnoki bronzot is. Minden ideális volt tehát a karrierében, de ő mégis valami újra vágyott. Belevágott hát a veszprémi kalandba. Ki akartam próbálni valami újat. Boldog voltam, hogy kikerülhetek a biztonságos és kényelmes komfortzónámból. Nagyon örülök annak, hogy megismerhetem a magyar hagyományokat és kultúrát. Veszprémben játszani mindig is nagy álmom volt, szóval ez egy gyors döntés volt. A klub mellett a játékos társak miatt is szívesen jött Veszprémbe. Megtiszteltetés számomra ezekkel a srácokkal játszani. Nagyon sokat tanulok az edzéseken, például Lékai Mátétól, aki egy kiváló irányító. Nagyon inspirál engem, sok a közös pont bennünk. Régóta látjuk egymást a pályán, ugyanolyan magasak vagyunk, ugyanannyi a testsúlyunk, és hasonlóan is játszunk. Lenyűgöző az is, hogy együtt játszhatok Nagy Lacival, vagy éppen Momo Ivicssel. Róla egyébként is volt a szobámban egy poszter, és mindig az volt az álmom, hogy vele játszhassak.
Veszprém sem volt idegen a számára, hiszen a Flensburggal többször játszottak már az arénában. A feszített felkészülési időszak miatt még nem igazán tudta felfedezni a várost, de párjával ez is ott van a jövőbeni tervek között, hiszen nagyon szeretnek új helyeket megismerni. We like to travel. Actually, we like to see. Szeretünk utazni, de megnézzük azt is, hogy mit lehet itt csinálni Veszprémben, amint lesz 2-3 szabad napom egy-egy meccs között. El szeretnénk menni Bécsbe, Pozsonyba. Természetesen Budapestet is látni akarjuk, és más városokat is az országban. De itt van még Ljubljana, Zágráb, vagy éppen Belgrád is. Máé már számtalan nagy trófeát begyűjtött, rengeteg címet megnyert, mégis mindig van, ami motiválja. Valami, ami minden játékost hajt előre, nap mint nap. We are still hungry. Mi mindig éhesek vagyunk, mindig győzni akarunk, és ez nem ér véget egészen addig, amíg be nem fejezzük a pályafutásunkat. Gulyás Péter, Iváncsik Gergő, Éles József, Marian Kozma, Carlos Perez és Csoknyai István. Ők azok az egykori kiváló veszprémi játékosok, akik mezét pályafutásuk befejezése után a klub visszavonultatta. Ez a kör azonban hamarosan bővülni fog, hiszen a klub döntése értelmében két újabb egykori építők játékost fog érni, hasonló megtiszteltetés. Kissé feszengve érkezik a serlegterembe az építők két korábbi legendás játékosa, Gulyás István és Zsigmond György. A vezérigazgató megbeszélésre hívta őket, a téma azonban eddig titok volt. Most derült ki számukra is, hogy a klub ünnepélyesen visszavonultatja a mezüket. Zsiványok voltak, ezt nagyon megszervezték, hát ezt nem lehet elmondani szavakban. Hát annyira meglepődtem, annyira jól esett ez a gesztus, amit most a Gulyi is és én is kaptunk a klubtól, hogy ez hihetetlen, hogy mi is oda föl tudtunk kerülni. A klub ezzel a gesztussal mostantól szeretné jobban megbecsülni múltjának részeit. Minden klubnak van hagyománya, minden klubnak van múltja. Én úgy vettem észre, és nagyon sok ilyen irányú jelzést kaptam, hogy ez nincs ápolva. A két korábbi legenda meze a következő BL meccseken kerül fel ide, egykori játékos társaiké mellé. Azt itt a megbeszélésen elmondom a nagy közönségnek is, ez nekem egy óriási könnyebbség lesz. Tehát a fiataljaimmal itt edzek minden nap, ugye vannak azért nehézségek, akkor felmutatok nekik, hogy hogy tudják átidalni a nehézségeket, és hogy tényleg küzdeni, szenvedni kell. Mindig azt szoktam nekik mondani, ha nincs szenvedési zóna, akkor nem tudunk előrelépni. Tehát mi azért nagyon sokat megszenvedtünk, hogy oda kerüljön a mezünk, és ezt tényleg még egyszer köszönöm mindenkinek. Az elődöknek persze a csapat is gratulált. Negyvenkét új szakedző kapta meg a héten bizonyítványát a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központjának ünnepélyes rendezvényén, amelynek veszprémi vonatkozása is volt, hiszen itt vehette át diplomáját a Telekom Veszprém egyik kiváló utánpótlás edzője, Tombor Csaba is. Alap, közép és felső fok. A Magyar Kézilabda Szövetség edzőképzését az újdonsült hallgatók azzal a tudattal végezhetik majd el, hogy az Európai Kézilabda Szövetség mindhárom szintet akkreditálta a kontinensen, vagyis Európa szerte elismerik majd a diplomát. Így az NB1 mellett akár külföldi csapat kispadjára is oda kerülhetnek a trénerek. A képzést idén kezdők mellett a 42 frissen végzett diákot is köszöntötték az ünnepségen, köztük jó néhány ismerős veszprémi arcot. Játékosként is megvoltak az álmaim, és ezt én úgy gondolom, hogy többé-kevésbé meg is valósítottam, edzőként is megvannak az álmaim, vágyaim, elég ambíciózus vagyok, úgy gondolom, hogy nem állok meg ennél a képzésnél, a legmagasabb szintet is el akarom érni, és persze hát minden edzőnek, nekem is az álmom, hogy egyszer a Veszprémet irányíthassam. Szeretnék eljutni NB1-be, természetesen, remélem lesz rá elég időm. A Ker Veszprémhez is? Hát szerintem az egy elérhetetlen hely az én számomra, de inkább akkor úgy fogalmazzuk, ott szívesen lennék másodedző is egy olyan edző mellett, akitől sokat lehet tanulni. A Kek győztes kapus egykori csapattársa, a kiváló szélső Török Lajos is most vehette át diplomáját. A
mai adásunkban is bemutatjuk önöknek a 7 játékosát és az 5 legszebb pillanatot. A 7 játékos a címet ezúttal is egy szélső, méghozzá Manuel Strülek érdemelte ki. A BL győztes horvát balszélső összesen 8 szebbnél szebb gól dobott a Budakalász ellen, amelyel a mezőny legeredményesebbjének bizonyult. Minden egyéni siker a csapattársaitól függ. Ha ők nem hajtják végre az akciókat, nem adnak labdát neked, akkor nem tudsz gólt szerezni. Ez a magyarázat a mindennek. Az egész csapat ránk játszott, rengeteg helyet teremtettek a szélsőknek, így könnyű dolgunk volt. Szóval azért ment ilyen jól, mert kiváló csapattársaim vannak. A héten elrajtol a férfi kézilabda bajnokok ligája is. A csoportmérkőzések első fordulójában a Telekom Veszprém a Kielcét látja vendégül. A bakonyi csapat felkészült és bizakodva várja a lengyel alakulat ellen az idei szezon első nemzetközi mérkőzését. Még mielőtt elkezdte volna a felkészülést a csapat, Dejan Manaszkov átadta a Mesterhármas játék győztesének, Farkas Bálintnak megérdemelt nyereményét. Aztán már mindenki a Kielce ellen készült. Ha rossz meccset játszunk, akkor veszítünk. Ha ők játszanak rosszul, ők veszítenek. Ez mindig így működik. Koncentrálnunk kell, és megfelelő hozzáállással, valamint taktikával kell kimennünk a pályára, hogy győzni tudjunk. Nyilván, amire nagyon kell figyelni, a Kielc ellen meg hatékonyabban a labdaadások számát minimálisra csökkenteni. Nagyon jó labdacsapdákat állítanak föl védekezésbe, úgyhogy ezt mindenféleképpen szűrnünk kell. Hogyha ezt elérjük és gyorsan vissza tudunk rendeződni, akkor azt gondolom, hogy hazai pályán mi vagyunk az esélyesebbek, de nem szabad ennyire előre szaladni, minden percnek nagyon, nagyon fontos szerepe lesz majd. A
Minden csatánk nehéz ellenük, fizikális kézilabdát játszanak. Legutóbb itthon győzni tudtunk, de mindig a végsőkig küzdenek, és idén talán még nehezebb dolgunk lesz ellenük. Ez volt a mai Építők kézilabda magazin. Ne feledjék, jövő héten ismét jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!